Vivien Fable, Varázscsók, 9. rész. Tűnjünk el innen, ajánlotta a lány. Próbáljuk ki, varázstudó-e még Miril palástja. Látni akarom, ki hol szól minket, sziszegte Szajon. Xera csügget sóhajjal ráhagyta, álfumra pisszegett, mire a mén mozdulatlanná csillapult. Előbb csak az üldözők által kavart porfelleg gomolygott a szeszélyesen sziklás, fakolombú növényzettel lepetett út fölött, azután a lovasok is előbukkantak a szürke fák közül. Loncsos, ardi hátasokon ülő fejvadászok és otromba harci paripákat hajszoló sakálfejűek, Risztán szörny katonái nyargaltak feléjük. Összefut a számban a nyál, nyögte a herceg a fajzatok láttán. De rég öltem e féléket. Toff, aki mindeddig visszafogta ijedelmét, fültépő sikolyt hallatott, majd görcsösen kapaszkodva Fantagró sörényébe bújt, és farkával a lónyaka köré horgonyozta magát. Szajon nem törődött vele. Egyetlen várándítással széterítette hátán a panyókán viselt palástot, kézbe kapta kardját, egyelőre a bűverő nélküli régit. Ményét fickándoztatva várta az ellenfelet, de ő maga is erősen csiklandozottnak tűnt. Xerának eszébe jutott, milyen játékos könnyedséggel csak nem unottan küzdött a tiszta erőből vagdalkozó Ahmattal, később legyőzhetetlennek tetszőn a beavatott harcosok eleganciájával csatázott, a megéledő szellemvilágiak, majd az ardi csürhe ellen. Ám ezúttal gyűlölet rázkódtatta a testét, és ettől már is vesztesnek rém lett. Hé, herceg, sóhajtott a lány, tartsd hidegen a fejed! Eddélig csak történetekből, rajzokról ismerte a szörny katonákat. Mesek, kréta, nem túlzott, nem rondított a valóságon. A négylábúakat azért nevezték félállatoknak, mert felegyenesedve jártak, és keveset se gondolkoztak. Ormótlan törzsükből hatalmas erejű kurta végtagok sarjadtak, sprőt szőrzettel borított, meredfülű, homloktalan, keskeny fejüket oldalra néző, bíborvérekkel hálózott fekete íriszű, düllett szempár uralta. Folyton szimatoló lapos orruk, ajaktalan, nyáladzó szájuk, szüntelenül villogtatott tépőfogaik félelmet keltettek a rájuk pillantókban. Bár sakálfejűekként emlegették őket, épp úgy emlékeztettek torszülött medvére, pumára, sárkánygyíkra, akármi rondára, mint sakárra. Csak is Amohó tudhatta, milyen petesejteket, miféle magokkal kutymolt össze ahhoz, hogy létrehozza bizarr fajzatait. Kreatúrái születésük percétől pusztítani vágytak, kurta kölyök koruk során alantas harci módszereket sajátítottak el, ezekhez jobban vonzódván, mint a lovagias technikákhoz. Összeféredetlen természetük folytán egymás közelségét is rosszul tűrték. Meséltek olyan példányokról, amelyek nem bírták elviselni, és ezért széttépték önnön magukat. Mindazonáltal olykor örömet is leltek a rájuk kényszerített létezésben, midőn faltak, párzottak, és a színpompás öltözékben pávázhattak. A hozzájuk képest valósággal jóképűnek tetsző, bár lomposan ruházkodó ardi harcosok kíséretében közelgő fajzatok aranyvértet, vérbíró bíbor sejem inget, kábrázat tarka vásonynadrágot, csillogó-villogó szegecsekkel ékített szomközépig érő bölcsizmát és nem érdek fegyvert viseltek. Valamiért úgy vélekedtek, hogy az üldözöttek azért várták be őket, mert fogjaik kívánnak lenni. Ütközés közelig engedték hátasaikat. Fantagró és Arfum megserezzent, amikor az idegen lovak megtorpantak előttük, bár azok dühösen horkantgattak, némelyikük már is forrósodó parazsat fújt orjukaiból. Meg vagy, rabszolga! Bakkantott sárkány kedélyű ménye nyerkében, a többieknél is díszesebb csúfság, alig hanem a vezérük. Közvetlen közelről nézvést kopottasnak látszott, pazar mell és válvértjét, szűken mért homlokát mélyebb, sekélyebb horpadások szánalmasították. Egyik füle tőből hibázott, a másik rojtosan lebegdezett. Egy aranyszegecses csizmát csupán a bal lábán viselhetett, ugyanis jobb alsó végtagja mindössze térdig tartott. A lábszár hiányt valamely tetemesebb állat vaskos csontja pótolta, eme műtárgyat smaragdok, rubinok ékesítették. Velünk jössz, rikkantott kásás torok hangon a vezér, kifejezetten Szajonhoz intézve parancsát, egyszerre két kardot lengetve. És én? Firtattak Szera. Te dögölj meg! Nem tehetem, sajnálkozott a lány. Kitűnően észlelte, miként sereglik körül őket a pengéiket merezgető nyálfolyató kreatúrák. Kit tiszteletek benned, hős katona? Kérdezte Szajon.
Újra a réginek tetszett, úrrá lett utálatán. Úgy festett, mintha mulatna magában. Dimu vagyok, hallanod kellett dicsőtetteimről, minden szökött rabszolgát elkapok. Előlem nincs melegvés, királyom óhajára élve viszlek vissza. Ha nem hagyod, az se baj, a hulládért is megkapom jutalmamat. Na vár csak, morrant az egyik Ardi, és ha most többet ad érte? Akkor se haragítom meg királyomat Risztánt, sem uramat Amohót. Ez itt az ő rabszolgájuk. A lánya tietek lehet. Nekünk aztán nem kell, Mocs a mi urunk, a férfit akarja. Itt évők lesztek, érdeklődött Szajon. Tolongásotok megtisztelő, de csak egy valakié lehetek. Megküzdtök, értem? Bolondnak nézel, merett rá Dimu, kacagásszerű hangot hallatva. Ne hidd, hogy csak neked van dicső neved, kiáltott az Ardiak vezetője. Hlám vagyok. Sokkal dicsőbb nálad, igaza van a felemás színű embernek. Küzdjünk meg érte. Ha mi győzünk, elkotrottok, és ő mocsé lesz. Mit gondolsz, ő mit fog csinálni, mi alatt mi megverekszünk? Förmet rá Dimu. Megmondom neked, gyáván elsompolyog. Ez csak csel. Enyém a rabszolga. És ha megfelezzük, ravaszkodott Hlán. Elvisszük Mocshoz, és ő megmondja, melyik felét óhatja. Ha jól megnézed, ez nem is egy, hanem két személy, vagy még több. Hiszen szőke is, barna is, kék szemű és barna szemű is. Dimu eltöprengeni látszott. Mint hogy eddélig a csekés szellemű szörnykatona bölcsebbnek bizonyult az Ardinál, Xera és Szajon is kíváncsian figyelte titáni agycsatájuk kimenetelét. Egyet tehetünk, hogy mindannyian jól járjunk, kezdte hosszas tépelődés után a repett kutya hangú fajzat. Megöljük és megmutatjuk Mocsnak. Miután ő fizetett érte, hulláját elvisszük a mi urainkhoz, és ők is meghálálják fáradozásunkat. Nem, nem, ingatta fejét a csigább észjárású Ardi. Mocs élve akarja a fickót. Holtan biztonságosabb. Ugyan, legyintett Hlán. Jámborlón bevő, láthatod. Lápestig elhallgatnálak benneteket, sóhajtott Szajon, szeme a lányra villant, észrevétlenül összebólintottak. Csak ne untatna az ostobaságotok. Öljük meg, vakkantott az egyik szörnykatona. Öljük, morrantottak társai. Parancsra vártak. Xera a fejük fölött lassúdat köröket rovó, jókora sárkány madár féleséget figyelte. Úgy festett, a merev, penész zöld pikkelyekkel borított, hosszú testű vézna csontú lény a fajzatokhoz tartozik. A visszataszító valamicsoda toltalan, pengekeskeny szárnyait tárogatva félmagasan körözött, cigonyszerű csőrét öklendő hangok hagyták el. Furcsán sokszínű sercegő parázsra emlékeztető, pupillátlannak rémlő szemével Szajont bámulta, mint a mindenestől be akarná inni a férfi látványát. Azután a rámeredő lányra tekintett, hosszan, felkavaróan, íriszén kénsárga, enyészet zöld, lángpiros és üszökfekete csóvák villóztak. Xera hevesen vágyta kioltani azt a szemet, de lovaiknak és Tofnak se tetszett a légijövevény. A felzaklatott szüttyögő, fantágró sörényének fedezékéből kiugorva, szélailag magasba szökkent, és meresztett körmeivel a perzselő tekintető szempár felé csapott. A vészes madár borotva csőrével fürgén végigvágott Tof karján, majd gurgulázón, akárha röhögne, odébb lebbent, és megvetően alálövelt egy maréknyi híg füstölgő trágyát. A megsebzett majonka sivalgott kínjában, az ürüléktől eltalált útszéli bozót szempillantás alatt elhervadt. A fejvadászok kacagtatónak találták az epizódot. Míg ők csufondárosan a térdüket csapkodták, Szajon helyből vágtába ugratta ményjét. Xera követte a példát. Hátukon felörvény lett Miril palástja. Az utánuk bámuló katonákat megbénította a döbbenet, ahol a menekülő lovasokat kellett volna látniuk, hogy vitézül hátba nyilaszhassák őket, poros út kígyózott, tornádó tölcsér száguldott, párduc szökelt, színezüst vízes és zúgott, szivárvány hidalt, majd tekervényes lépcsősor csigáncott az égbe. Míg ők szemkápráztak és érzékcsalódtak, a sárkánymadár rikácsolva röpködött köztük, pengeszárnyaival karistolva, horzsolva fejüket, hasztalan. Kudarcára unva hirtelen Dimu képébe verődött. Acélkarmai bőrtéptek, vérfröccsentettek. A szörnyfajzat magához tért a bűvöletből és ordítva üldözést parancsolt. Naposzat hajszolt, elgyötört hátasaik kelletlenül lendültek előre. Hátrahagyván az ostobák seregét, immár egymást gyönyörködtették a palást varázsolt a képekkel. Xera tengerben táncoló válnának, Szajon száguldó vitorlásnak képzelte magát.
majd hatalmasan kalcsú színpompás szitakötőkké változtak, és összefonódó szárnyakkal vibráltak a forróságtól reszkető levegőben a türkiszkék víz fölött. Azután a jelenettől felémre éretten újra önmagukká lettek, és kis híján kardot rántottak. Nem engedem, hogy így hasram, mondta a lány. Remélem, nem az elhatározásodon múlik. Az imént áldott szép hangulattal leptük meg egymást, bár csak elszólásszerűen. A lány hátrafordult, a magas betekintett, és azon pillanatban íjat ragadott. Parád és reflexzel lőtt, és célba is talált. A nyomukban suhanó madárfajzat megingott kissé, midőn a nyilvessző fülbántó csikordulással visszapattant pikkelyes testéről. Gurgulázva felnevetett, és értetlenül tovább követte őket. Szeretném megölni, leheltek Szara, vagy legalább megvakítani. Valóban furcsán néz. Ha az a dolga, hogy a nyakunkra hozza Risztán szörnyeit, nem csupán az a dolga, félő, hogy... Szólt közbe a lány, de nem folytathatta. Váratlanul jól ismert, ám nem vágyott lárma súrolt a fülüket. Patadobogás, fémcsörgés, kiáltozás hallatszott, és ők mindegyre közeledtek e hangok forrásához. Úgy rémlett, tüstént beérnek egy fegyveres csapatot. Nem tévedtek. A következő útkanyarulatban megpillantották az előttük nyargaló, veszekezetten üvöltöző, valaki vagy valakik hajszolásába mélyedt kardlóbáló katonákat. Egymásra pillantottak, Xera fintorgott, és szájon se lelkesült attól, hogy két tűz közé szorultak. Úgy rémlett, ez a nap nem múlik el harc nélkül. Pedig vér már folyt, Toff némán babusgatta karsebét, Fantagró sörényének rejtekében. Cseppnyi öröm az ürömben, legalább a spionmadár eltűnt a fejük fölül. Ekkor újfent eszükbe jutott a palást. Megpróbálták, és az meges csodát tett velük. Akár a fehér kőtörmelékkel borított út, a körötte szomorgó fák és a poros levegő volnának észrevétlenül átkeltek az ardi fejvadászok között. Azután az élre lovagolván elképedtek kissé. A csürhe különös hintót űzött. Az aranylapocskákkal, drágakövekkel ékített, lefüggönyözött ablakú kocsi bakján lélek sem ült, és már senki sem hajtotta a furcsán fakó és enyhén áttetsző csontlovakat, a fogat mégis száguldott. A kiszáradt bőrrel fedett csontvászparipák patái nem dobbantak a talajon, oly neztelenül nyargaltak, akár csak a varázsköpeny védelmébe burkolozott Szajra és Xara, mint ott se volnának. Az üldözők szorgalmasan lövöldöztek a hintóra, ám a nyilvesszők a kocsiról és a lovakról is leperegtek. A lány összeborzongott. Intett társának, vágtázzanak tovább, lépjenek ki a fura helyzetből. Ményeik csak nem a levegőbe emelkedtek igyekezetükben. Ők pedig játszi szellő kavarta rőt levélszőnyegnek mutatkoztak, és a mögöttük maradó katonák továbbra sem észrelték ott létüket. A cicomás batár mellé értek, és éppen kezdték lehagyni azt, midőn a féreli benő függöny mögül kiemelkedő keskeny, bőrkesztyűs kéz egyetlen mozdulattal láthatóvá tette valóságos mi voltukat, egyszer mint megtorpantotta őket. Ugyan a pillanatban a kocsi megállt. Öreges, károgó hang mordult rájuk a hintó belsejéből. Cserben hagytatok volna? Szégyenletes! Gyerünk, végezzetek a söpredékkel! Ha megérintitek a kezemet, védetté váltok a nyilvesszők ellen. Kikéri segítségünket? Firtette Szajon. Mutasd az arcodat! Nincs arcom, és nem segítséget kérek. Tedd a dolgodat! Kuncogott a hintóban rejtőző személy. A formaságokat hagyjuk a harc utánra. Szara nem habozott. A vadul közelgő üldözők láttán a hintóhoz rúgtatott, és a kicsinykesztyűre simított a tenyerét. Érezte annak hűvösét, gyíktorokszerű lüktetését. A kétkedő szájon is megérintette az elé tartott kézfejet. Azután ámulva szemlélte, hogy a rájuk kilőtt nyilvesszők nem érnek el hozzájuk, kevéssel előttük, akárha mágikus falba ütköznének, pendülve lepattannak a láthatatlan páncélzatról. Rögtön itt lesznek az üldözőitek, és küzdjetek! Szólott a varjuhang, változatlanul kuncogósan. A híd felé indulok, fedezzetek! Mi szükséged ránk, ha sértetlen vagy? Tovább mehettünk volna, morrant a harcos. Mes megkacagásra ingerelte a vastag függöny mögött lappangó hangtulajdonost. Ha ismernéd állapotomat, igencsak igyekeznél, hogy kikerüljünk a pocsékságból, amíg fent bírom tartani védőköreinket. Megint egy varázsló, sóhajtott magában a herceg. Ez is férfiú, és rögvest elhörgé az ismert sóhajtást, miszerint csókolj meg, Skara! Dühében levágott egy ardit, majd még számosat,
mert a fejvadászok jöttek tuzatjával, és mind meg akartak halni. Mi másért rondottak volna rá karddal, hullámos pengéjű törrel, láncos golyóval, ágaskodó csatalóval. Szájon a régi kardjával verekedett, azután Hlán és Dimu csapatának érkeztél, bal kézre ragadta a majdnem bűvöset is. Fantagróra nem volt gondja, ménye figyelt rá, és az akarata szerint forgolódott vele, ezen közben a harci hátasokra is óvatos volt, mindig ődöfött hamarabb, sodrott szarvával. A csontlovak vonta fogat, fürgén távolodott. A herceg nem volt biztos abban, hogy szívesen követi a kísértett hintót, és mégis követte, delejezetként. Utóbb azon kapta magát, hogy élvezi a verekedést, miként hajdan, rettentő régen. Nem csupán vére, de izmai is felpezsdültek, akár a serkentőt áramoltattak volna át rajtuk. Mi több, csak nem kélyes mámor lepte meg minden mozdulattól. Úgy hitte, 3 nap 3 éjjel bírna lankadatlanul harcolni, és végül nem a testi kimerültség dönteni le a lábáról, hanem e kétes kéj válna elviselhetetlenné. A lány is hasonlóképpen érzett. Valamennyi porcikája megelevenült, mintha friss élet járta volna át a sejtjeit, és ez féktelen örömmel töltötte el. Táncolásnak érzékelte a küzdelmet, sokál koponyákat szert le, szíveket döfött keresztül, szarvas sisakjával bősz katonákat és lovakat fejelt le. Részegül tétette a legyőzhetetlenség, úgy gondolta, sosem fárad el, és eszébe se jutott, ami máskor mindig, hogy voltak éppen pusztít. Úgy élvezte az öldöklést, miként valaha volt kezdőként, időtlen idővel ezelőtt, teste mozgott, ám szelleme szunnyadt, és erről eszébe ötlött a tovatűnt, léha édes ifjúság. Hirtelen elfogyott előlük a föld, mint a halászakat volna. Rémisztő mélység tátongott lábaiknál. A hintó egy több törzsű, vén fakolosszus felé rohant, melynek egyik törzse átívelt a szakadék fölött. Ama pillanatban, midőn a csontlovak e hídra értek, szájon és kiszer a fejében halk pukkanás hallatszott, és életenergiáik a szokásos szint alá zuhantak. A lány tompa fájdalmat, émeit érzett, miként duhai éjek másnapján. Sejtette, hogy az eleven hídon rászkódó kocsiban ereje végére ért a varázsló. Szájonra sandított, ő is kínzottnak látszott. Kihozanodásuk gyötrelmesebb volt, mint egyébkor. Végtagjaik elnehezültek, testük sziklává merevült. Szédültükben lemásztak a földre, és szélnek engedték a lovakat. Szembefordultak a meggyérült létszámú üldöző csapattal. Kardot tartó karjuk azonban nem emelkedett, a vas már csak mankóul szolgált. Szajon arra várt, hogy életének emlékképei szépen, kötelezően leperegjenek előtte. Mögöttük, a megmenekítő átjáró közepetáján halknyi kordulással megállt a hintó. Hé, katonák! Kárgott a varjuhang. Ki kér a kincseimből? Akar valaki aranyat, rubint, zafírt, smaragdot? Akartak, mindannyian. 4 ardi és 2 sakálfejű. Hátasokat, fegyverüket elhajítva az útjukban imbolygó Szajont és Xarát félresodorva, gyalogláb lohaltak meggazdagodni. A csúf csata kevésnyi túlélője a nem létbe rohant, teljesen gyanútlanul. Ami ezután történt velük, az nem csak őket lepte meg. A végelgyengüléstől támolygó lány és a harcos és erős csodálkozott haláluk nemén. Alig, hogy a rohanó kapzsik elérték a kocsit, testük kiüresedett, és töppet zsákként megrodgyant. Szél kapott beléjük, és mint megannyi száraz falevelet, könnyedén a szakadékba sodorta maradványokat. Eltüntetett nedveik a láthatatlan varázslót és az ő kegyéből védelmezőit éltették. A harmadik fickó kiszipolyozása jelentősen megerősítettek Xarát és Szajon. Mire az utolsó katonai spórhüvely észikkat, testileg ismét a réginek érezték magukat. Lelkükben kiábrándultság és keserűség terjengett, mint általában véres harcok után. A csontlovak megmoccantak, átgördítették a fogatot a hídon, majd megálltak a biztos talajon. Xara utánuk sétált. A talpa alatt heverő szürkén foltos kérgű, terjedelmes fatörzs a sziklás fenekű szakadék túloldalán is gyökeret vert, és vaskos ágakat, leveles hajtásokat hízlalt. A vészséges fa elbűvölő életereje láttán a lány még dühösebb lett. A hintó mellé érve feltépte az ajtót. Eszébe se jutott, hogy lötyet zsákként végezheti. Oda bent kripta sötét volt, és ezen a betóduló fény sem változtatott. A fekete bársonnyal bevont ülésen nem ült senki, azon csupán egy sekély fenéklenyomat sejlett.
fejmagasan gyöngyfehérre mázolt arcféleség bámult a lányra. A világítón fehérelő körben száj, orr és szemnyílások sötét lettek. A maszk vigyorogni látszott. Ordítaná? Kuncogta. Tessék, ordíts! Kérd ki magadnak, amit veletek tettem. Halott vagyok. Talán észleled. Ugyanoda tartok, ahová ti. Kövessetek. Mi dolgunk egymással? Kérdeztek Xara. Szajon még azon mélázott, mekkorát tévedett. E mágus nem csók, hanem testnet függő. Ekkor a hintóhoz ért és bepillantott. A testetlen szipoly látványa elmélyítette szótlanságát. Legott kedve támadt, hogy meglehetős szorongassa mindkét kardját. Mióta követelsz magyarázatot a veled történő dolgokra? Károgta a varjú hang. Arra felelj, amit kérdeztem, förmett a lány. Jól van, Ikvit vagyok. Meg nem mondhatnám démone vagy varázsló, mert magam sem tudom. Az érdekel, mi dolgunk egymással. Az bizonyos, hogy nem véletlenül találkoztunk. Már is rengeteg hasznát vettük egymás tudásának. Ugyebár én csodákat tettem, ti meg csatázgattatok. Meg lehet, később még ennél is jobban járunk ismerettségünkkel? Menjünk tovább, Lamar kastélyába. Nélkülem nem szerzitek meg a zöld ikerkövet. Nem bízom benned, morrant Szajon. Helyes, mert nem is vagyok megbízható, kacagott Ikvit. Nem törekszem arra, hogy úgy tiszteljetek, mint Szalakkot. Megjegyzem, dicsőíthetnétek azért, amit műveltem. Öldöklő angyalokat csináltam belőletek. Mikor élveztetek valamit ennyire? Ugye, hogy még soha? Miből gondolod, hogy épp ilyen élvezetre vágytunk? Ismerem a lelketeket, mivel én is ember vagyok. Már is láthatnád, hárman háromfélék vagyunk. Soha többé nem erészelj az érzékeinkkel játszadozni, és ne próbálj hozzánk érni. Mert különben mi lesz, hercegem? Megölsz? Újra halok a röhögéstől most azonnal, kiáltott Ikvit komorad. Mozgás, induljunk, mielőtt a szemmadár ránk talál. Ha felbukkanna, öljétek meg. Nem lehet, szólt Xara. Próbálkozz gyújtónyillal, tanácsolta Ikvit. Sötétlő szárnyilásából csigaszerű nyelv bukkant elő, majd az ajtó bevágódott, és a függöny visszalebbent az ablakra. A hintól száguldvás távolodott. Tűnődve bámultak utána, de nem volt választásuk. Magukhoz füttyentették lovaikat, és követték a testetlen szipolyt. Lamar félelmetes szépségű kastélya hószín sziklákkal borított hegy tetején állott. A vakító fehérségű csipkésre díszített bástyák kőfalai közül kör alakú, törhegyes kupolájú tornyok törtek a magasba. A lovak kifulladtak, mire felkapaszkodtak a hatalmas várkapuhoz, melynek szárnyai szorosan egymáshoz illesztett, gyöngyházfényű sárkánycsontokból készültek. Senki sem tartóztatta fel őket, midőn Ikvit begördülő hintójának nyomában a palota udvarára léptettek. Tüstént olyan érzésük támadt, mint a másik világba érkeztek volna. A várfalon belül napfény aranylott, tündököltetve a különféle életjeleneteket ábrázoló, pazarszínekkel festett ablak és ajtóüvegeket. Lábuknál sejmes zöld fű hajladozott, tenyérnyi virágok bókoltak körös körülöttük. Sem ők, sem ményeik nem hittek a szemüknek, és ezt alig, ha nem bölcsen tették. Az illuzórikus kertben madár, pillangó, lélek se járt, az őrületes virágnyílást semminő illat nem édesítette, a színrany fény nem vetett árnyékot. A fogat döccenve megállt a füvön, és lassan szerte foszlott. Eltűnt az ékességekkel cicomázott hintó, az áttetsző csontlovak. Csupán Ikvit maradt jelen, és ő végre megmutatkozhatott. A szájrék színe előtt megjelenő kankalén sárga cipő, a rubinkőcsatos ővel keskenyre von derekú, méregital zöld brokátköpeny, a puha bőrből varrott fekete kesztyű és a kerékszéles karimájú légies tollakkal csinosított varjúszín kalap kicsiny, sovány férfiú jelenlétére vallott. Az egyik kesztyűs kéz nyeles maszkot tartott a kalap szegélye és a köpeny gallérja közé. A kellemes vonású ránztalan állarcban topázkék szempár ragyogott, a dús száj rengeteg rizsfehér fogat csillogtatva mosolygott. Nos, így festek, jelenleg, szólt kuncogva. Egyelőre érjétek be velem. Lamar és a többiek később érkeznek, addig egyetek, pihenjetek, mert még sokára kezdődik a bál. Mindjárt kerítek egy szolgát. Pattintott a kesztyű ujjaival. Csontváz vékony, sejtelmesen halomány szellem lovász termett előttük, és elvezette ményeiket. A gyarakó alaptermészetű,
Idegenekkel szemben barátságtalan állatok vonakodás nélkül vele tartottak. Toff némán szajon karjába mászott. Xera hosszan fürkészte a kísértett mágus élő emberi arcnak tetsző maszkját, kedve támadt megérinteni, hát a óhaja és kézmelege valódivá tenné azt. Verd ki a fejedből, lehetetlen, károgott rá Ikvit. És ne sajnálj, nehogy még egyszer megérezzem szánalmadat. Tudom, kicsit ócskább a helyzetem a tiednél, és nem áll hatalmamban, hogy változtassak rajta. De egész csinos pofikám van, nem gondolod? Tegnap kövér és félszemű voltam, nevetséges holmikban jártam, vért köptem. Ma szívdöglesztően jó képű vagyok, finom a stílem és ízléses a ruházatom. Holnapra más találok ki. Melyiktek bírná utánam csinálni? Talán majd te, Xera. Ha Ilib elügyetlenkedik valamit, könnyen közöttünk lelheted magad. Na, de előbb meg is kéne találnotok Ilimet, és ti bukkanjatok rá hamarabb, mert ha a szemmadár megelőz benneteket, nyalka hercegedet, visszaviszik rabszolgának, és te végignézheted, hogyan kaszabolják őt Mislikbe, tulajdon gladiátortársai. Azután te is meghalhatsz, végtelen sokszor, tengernyi kín között, de sose végleg. Könyvfacsargató, szinte látom. Ti is látni akarjátok? Megmutassam. Nem, titeket más érdekel. Régmúlt életeitek izgatnak benneteket. Gavalléros leszek, beleolvashattok néhány románcotokba, ugyanis nagyon nem szeretném, ha túl jól éreznétek magatokat. Ezzel Ikvit cipősarkon fordult, és fürgén megindult előttük. A palotába vezető üvegberakásos ajtók maguktól tárultak fel közelettükre. A fali tartókban sudárló fáklyák lángja fellobbant, midőn ellépdeltek alattuk, megvilágítva a művészien csiszolt csontdarabkákból rakott padlót, az értékes sárkánybőr szőnyegeket, a gazdagon hímzett drapériát, a szemmagasságba függesztett húsvér emberi lényeket ábrázoló portrékat. A folyosó végi ajtó kupolás terembe nyílt. A jókora szoba pazar bútorzata is sárkánycsontból és bőrből készült, előbbiek természetesen gyöngyház árnyalataikban pompálottak, utóbbiak csak saját, fémes zöld, sárga vagy kék színükben ragyogtak. Az ajtó bezáródott mögöttük, kulcsra, lakatra és varázsigére is. A folyvást kuncogón mogorva Ikvit kívül maradt, megígérvén, hogy a várúr és a báli közönség megjöttekor kiereszti őket. Xera végignyúlt a terebélyes ágy tetején, édesízű meleg fény aranysárgállott a teremben, körteérlelő nyárvégi délután fénye, pontosan annyira illuzórokos, mint merész, csupatorony kastély, a gyönyörű kert, avagy maga az élet. Szájon a lány mellé heveredett, megragadta a kezét és felsóhajtott. Bocsánat, nem tolakvás volt eszem, csak valami valódit akarok markolni végre. Hű, milyen mocskos és izzadt vagyok, van itt fürdő? Persze, és ott leled, ahol csak kívánod. Ezek a déli bábok kellő vigaszt nyújthatnak a sem élő, sem holt lelkeknek? Ikvit vigasztalhatatlan láthattad. Nem irigylem a szipolyt. Ha eljön az ideje, majd odafigyelek, hogy rendesen meghalljak. A mostig észrevétlenül csendes Toff felnyögött. Öklömnyi mézsárga szemei a távolba merett. Xera felült, magához ölelte az elszomorodott majomkát, és zsongító gyermekdalt durzsult a fülébe. Szájon egy keskeny ajtó mögött megtalálta a fürdőmerencét. Elterült az aranyhalas, tabirózsás, lótuszvirágos, pesgő vízben. Azután szemérmetesen az ágyékára rántott egy kerekded lótuszlevelet, midőn a lány rajtaütésszerűen utána rontott, megállt fölötte és rárivalt. Te most gondtalanul fürödőzöl? Csak voltam gondtalan. Mi ütött beléd? Ne palástold magad, már láttalak csupaszon, feküdtem is rajtad. Nem gondolod, hogy beavathatnál végre? Mibe? Nyikkant a férfi. Itt vagyunk, eszel nem járt a helyen, ahol már nem tudom, mi létező és mi csak varázsolt. Ajánlom neked, hogy a zöld gyémánt, amiért idejöttünk, igazi legyen. Ikvit ikerköveket említett, ezt se tőled hallottam. Hányszor ígérted, hogy beavatsz? Szajon hebegett valami kivehetetlen truátlanságáról és a körülmény tűrhetetlen voltáról, de a bőszült Xera leintette, mivel volt még közlendője. Az imént ritka pocsék helyzetben voltunk, emlékszel? És ha meghaltál volna? Megőrjít, hogy nem tudok semmit. Miként találom meg Ilimet? Megmondod, vagy nyomatékosan vízbe folcsolak? Tapasztalattad, ha elé toppan egy varázsló és kiszűrcsöli az életedet, hiába voltál a legjobb kardforgatók egyike, olykor kismértékben se rajtad múlik, hogy élsz vagy halsz-e. Hát vigyázzunk egymásra, felelte a férfi egyszerűen.
Ha bajom esne, folytass tovább, és a segítség téged is megtalál. Ne itt szelek kőbe véste teendőimet. Eddig mindössze annyit tudta meg a kastélyról, hogy ügyesen kell meglelnünk a bejutás módját, mert az idekerülő húsvér személyek a konyhán végzik. Úgy sejtem, ezért botlottunk Ikvitbe. Az ő védenceit alig ha tekintik tápláléknak. Már bevallom, bósolcik a hátam a szipoly üres ruhájától, károgásától, és attól, amit erőfeszítés nélkül új pattintva megtett velem, hogy véregző szörnyeteggé változtatott egy ütközet idejére, és én még élveztem is, de mennyire. Várj, várj, csitítottak Szera. Ugorjunk vissza oda, midőn ezt mondtad, ha bajod esne, folytassam, a segítség engem is megtalál. Lehetséges, hogy rád nincs is szükségem? Unatkoznál nélkülem, szomjaznád a szava... Hirtelen elhallgatott, szemöldök felvonva figyelte, hogy a lány természetes, ám türelmetlen mozdulatokkal ledobálja fegyvereit, sisakját, csizmáját, a többi felesleges holmit, és ingerlő mesztelenségben elnyúlik vele szemközt a kör alakú medencében, fejét a peremre támasztva, lábújjaik csak nem egymáshoz értek. Egyszerre eltűnt a csaknem, és Xera talpa az övéhez simult. Nos, herceg, nem folytatod? Miért vagyunk együtt, ha egymás nélkül is boldogulnánk? Nem ezt mondtam, tiltakozott a férfi, konokul szorongatva a lótuszlevelet. Nem tudom, miért éppen téged szemeltek ki mellém, miért nem valaki más, netán férfi harcost. Nem értem, miért kell ennyivel nehezebbnek lennie. Ezúttal Xera sóhajtott. Rövid tűnődés után lejjebb csúszott a vízben, játékos lábújjai a férfi lábszárát, majd térdét simogatták. Ne áltass, szólt, nincs kibúvó, együtt kell maradnunk. Ha megszerezném a követ és a kard markolatába illeszteném, nem történne varázslat, mert ahhoz te kell lesz. Már csak az a kérdés, mi szükség van rám? Szajon csüggetten vállat vont. Ülőhelyzetbe menekült zavartan attól, hogy lábai a mind feljebb fészkelődő lány forró combjai közé érnek. Lótuszleplét nem eresztette. Kétségbe esett összpontosítással ágyékkötőt gondolt magára, hasztalan. Meg lehet, valamely korábbi életem főben járó bűnéért fizetek most, jegyezte meg. Úgy véled, én vagyok a büntetés? A férfi bólintott. Fecsegjünk másról, javallotta. Esetleg kapjunk kardra. Valahogy ki kéne tartanunk a józan eszünknél a báli társaság érkeztéig. Aztán majd választasz valakit egy éjszakára, miként eltervezted. Mit kezdjek egy testetlennel? Ó, hát majd mágiázik, úgy juttat kéhez. Nem képtelenség. Emlékezz, minő varázs alatt harcoltunk Ikvitért. Akár őt is választhatnád. Miért ne? Szép maszk. Xera felemelkedett a vízben, a tágra nyílt szemű férfihoz sétált, leheveredett mellé. Hátrahajtotta fejét a medence szegélyére, és halkan megszólalt. Valami írtózatos erő vonz hozzád, és majd ugyanakkor taszít tőled. Kegyetlen érzés. Akkor ne játsz vele, tanácsolta Szajon. Kaparászást hallottak az ajtó felől. A betoppanó szolga könnyékkel kezelte az ajtógombot, mivel a két kezében kurtalábú asztalkát tartott. Ennyien roskadó térdekkel hozzájuk lépdelt, terhét elhelyezte közöttük a medencében, majd értetetlen szavakat mormolva háromszor meghajtotta magát. Ők csak bámulták a jelenést, próbálták kivenni, mi lehet, de még akkor sem tudták biztosan, fiú vagy lány volt-e, mikor az hajladozva kiátrált a fürdőből, mert szörnyen áttetszett és feltűnően fakó volt. Válvonogatva túltették magukat a talányon, és megtekintették a dúsan megrakott asztalt, amit a herceg merős szeméremből paravánként a saját hasa fölé húzott. Szájon gyanakodva szaglászta az öblös csontkelyhekbe töltött bort. Nem, de Ikvit látomásokkal fenyegetett? Nos, nem vagyok szomjas. Ha a fenyegetését be akarja váltani, oly mindegy, eszel, iszol-e. Te nem tartasz tőle? Azt hiszem, nem. Még nem kapta meg tőlünk, amire vágyik. Kellünk neki. Tenyérnyi hullámos saláta levelet vett a kezébe, elgyönyörködött annak élénk zöldjében, majd beleharapott. Szőlőt, sajtot, mézízű dinnyét, tojáspástétomat, nektárokat kóstolgatott. És maragdos szemmel derűsen szemlélte az óvatosan ízlegető Szajont, titkolni próbálva mosolyát. A herceg nem akart ránézni, de bármerre pillantott, őt látta maga előtt, ezüstkék fényű, kígyózó tincseit, tündöklő zöld szemét, folydott mosolytól vibráló, kicsintelt ajkait, férfi tenyérbe illő mellein a döfnikész bimbókat, lapos hasát, mély köldökét, a combjai körül lebegő kíváncsi aranyhalakat. Szájon az ujjai közé vette a kelyet, és a rubin színű italra merett. Tudod mit? Sóhajtott.
Nem félek elmúlt életeim kínjaitól. Kíszom. Nosza. Oly mindegy, már ki voltam valaha, hogyan éltem, haltam, de vajon ez a bor ismeri-e mosti sorsomat? Ezt inkább ne feszegesd, javallottak Szara. Rendben, jöjjék, ami volt. Elkortyolták a sajem száraz, hanyarédes italt, és hátradőlve lehújt szemmel vártak a látomásokra. Hallották, hogy Toff a fürdőben nyit, vízbe csobban, lótuszfevélet tudajozgat, aranyhalat üldöz, szőlőszemet ropogtat, majd hosszan sóhajtozik, mégsem pillantottak föl, nehogy kizökkenjenek. Ám a víziók csak nem jöttek. Szajon kisurrant a merencéből, a kör alakú tágas szobában fekete bőrnadrágot, őszszín inget öltött, csípőjére széles övet csatolt. Megpróbálta a folyosóra vezető ajtót, ám az nem nyílott. A tükörhöz sétált, levette homlokpántját, és a fonákjáról tette vissza. Hosszan szemlélte az aranymedálon ágaskodó, borzolt sörényű, dúsbokaszőrű lovat, annak lábainál a kör alakú mélyedést, a zöld gyémánt helyét. Tenyerére fektette kardját, szemügyre vette a markolatgombon a medál ábrázolat párját. Tudván, hogy eljelképek Gillus királyát illetik, a leendő uralkodóra tekintett a tükörben. Bár késre fócsálotta, nem került izgalmi állapotba a királykodás gondolatától. Gyors mozdulatokkal kibontogatta rengeteg hajfonatát, majd puszta kézzel megfésülködött, hátrarázta szőket, tincsekkel sávozott, sörény sűrű, sötét haját, igazított homlokpántján, és újfent megtekintette, szembeszőkően megváltozott képmását. Felsóhajtott, vállat vont, hanyat vágta magát a szédítően magas kupola alatt telebélyeskedő ágyon, combja mellé fektette a kardot, és ujjait a markolatra fonva arra gondolt, ideje volna már, hogy a várúr megérkezzen. Hallotta, hogy Xera kilép a fürdőből, mesztelen, nedves talpakkal átsétál a termen, és megáll mellette. Te látod bennem a majdani királyt? Kérdezte Szajon, nem merészelvén felnézni. Ha kétkedsz is, király leszel, már is az vagy, felelte a lány az ágyra ereszkedve. Elnyúlt a férfi oldalán, tenyerét annak kardot markoló kezére sémította. Mihelyt ujjaik egymáshoz értek, ragacsos fejfájás rohant rájuk. Beteg, másnapos érzés volt, megkíséreltek kirebbenni belőle, de nem bírták elengedni egymást. Kintól émelyekbe süllyedtek, furcsa eszméletvesztés félébe.